75 éve folyik oktató munka a Széchenyi iskolában. A Tatabányai Szakképzési Centrum Széchenyi István közgazdasági és informatikai szakgimnázium, a diákság, a tantestület, az egykori pedagógusok és a meghívott vendégek körében március 25-én ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Az ünnepség helyszínén, a városi sportcsarnokban a himnuszt énekelték a jelenlévők, majd Orbán Alexandra 11-es diák szavalt. A verset követően az intézmény diáksága ismertette az iskola történetét, az intézmény életében történt legfontosabb eseményeket, az iskolai lét mérföldköveit a múlt előtt tisztelegbe. Az ünnepi műsort harmonika játék is fűszerezte, majd Hókné Szelőcei Anna igazgató beszélt. 3/4 évszázaddal ezelőtt az újonnan alapított iskola, mint minden újszülött, maga volt az ígéret, gimnázium Komáromban. Az első érettségiző osztály 23 fős volt. Ma már több mint 3500 diák büszkélkedhet azzal, hogy a komáromi keriben, a komáromi közgében tanult, illetve a komáromi Széchenyibe jár. Az intézmény működtetésében 9 igazgató, 7 igazgatóhelyettes, 98 tanár, 5 ügyviteli alkalmazott, 1 rendszergazda, 12 technikai alkalmazott munkája épült be a hosszú évtizedek alatt. Helytállásuk bizonyítja, hogy a kezdetben szövegetett álmok megvalósításának, kiteljesítésének felelőssége az elődeinkre és az utódokra, a diákságot is beleértve, mindenkire hárul. Az igazgató az intézmény napjainkban aktuális célkitűzéseit is megfogalmazta, ez pedig, hogy a megalapozott elméleti tudás mellé diákjaiknak gyakorlatorientált, piacképes tudást biztosítsanak, mely előnyt jelent a munkaerőpiacra jutásban. Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos, az 1942-es esztendő jeles személyeit, eseményeit is felemlegette, és arról beszélt, hogy mit is jelenthet az elmúlt 75 esztendő. Jelenthet sok-sok mosolyt. Mosolyt a gyerekek arcáról, amikor sikert érnek el a gyerekek, mint az az 5 diák is, akit igazgató asszony most mondott, hogy az országos szakmai tanulmányi versenyen tovább jutott. Jelenthet bánatot is, amikor nem úgy teljesítünk mi diákok, ahogy szeretnénk, és csak mondom nektek, hogy ez a bánat tanáraitok lelkében legalább kétszeres, mert ő mindig azt szeretné, a tanárok mindig azt szeretnék, legalábbis én mindig azt szerettem volna, hogy a diákjaim, a tanítványaim mindig jobbak, sokkal jobbak legyenek, mint mi vagyunk, mert ez a munkánk, ez a hivatásunk lényege. Jelenti aztán ez a néhány év, amit diákként töltötök az iskola padjaiban, vagy tanárként a tantestület között, jelent ez mást is. Igazgató asszony utalt az osztályfőnökök megnehezedő, a változó világban formálkodó társadalmi jelenségek kezelésében kimerülő egyre nehezebb dolgára, ami sajnos így van. Így hát ez a munka, ez a hivatás, ez jelent tanáraitoknak, és azt gondolom nektek is, jó néhány olyan bizalmi percet, jó néhány olyan bizalmas beszélgetést, amivel megajándékozzátok őket, még akkor is, ha nehéz. A kormánybiztos örömteli bejelentést tett a jubileumi alkalommal. Egy közel 5 millió forint értékű informatikai tanterem felszerelése lesz a névleges születésnapi ajándék a széchenyiseknek. Használjátok tudásotok épülésére és a tudásban való kalandozásra sokkal inkább, mint a különböző közösségi hálókon az arctalan kommunikáció és társas létnek a megélésére. A 75 éves fennállását ünneplő oktatási intézmény igazgatóját már az iskolában kérdeztük a támogatásról. 5 milliós informatikai fejlesztéshez juthatunk hozzá, sőt a tetőnket is fel fogják újítani. Nyelvhasználati, esszéíró és prezentáció készítő pályázaton vehettek részt előzetesen a diákok, az ünnepség menetében a jubileumokán kiírt tanulmányi versenyek eredményes szereplőit is díjazták, majd a Radnóti díjas előadó művész, dr. Luther Imre lépett színpadra versszínházi összeállításával. Az ünnepség ezután az intézmény aulájában folytatódott. Itt található ugyanis az a fa faragott életfa, melyen az iskola egykori pedagógusai
pedagógusai kapnak helyet munkájuk elismeréseképpen. Ezt az emlékéletfát iskolánk 70 éves évfordulója alkalmából készítettük. A levelekbe azoknak a tanárelődöknek, igazgatóknak, igazgatóhelyetteseknek a nevét faragtattuk be, akik a munkásságukkal, életművükkel kiemelkedőt alkottak, és az iskola életében nyomot hagytak. Ez is az alkotásnak a címe, akik az iskola életében nyomot hagytak, és a hagyományokat megőrizve, illetve folytatva, most a 75 éves évforduló alkalmából egy újabb nyugdíjba vonult kolléganőnek, igazgatóhelyettesnek a nevét faragtattuk ebbe be. Ő Verbo Árpádné, közgazdásztanárunk, kiváló közgazdásztanár, nagyon rangos versenyeredményeket értek el a tanulói, osztályfőnökként is kiváló volt, és természetesen igazgatóhelyettesként is mindig számíthattunk a színvonalas, pontos, precíz munkavégzésére. A jeles alkalommal Nagy Judit Tűzzománc művész alkotását is felavatták, a képzőművészeti munkán az intézmény logója, névadója és az Alma Mater látható három részben, az alkotás maradandó emlék az utókor számára. Az ünneplés este a VFN közgazdászbállal folytatódott. Már évek óta ezt megszervezzük, most a megszokott időponttól eltérően március végére esett a bál szervezésének az időpontja, egyébként novemberben szoktuk, és az a különlegessége ennek a bálnak, hogy most összekapcsoltuk a jubileumi évfordulóval, és a jótékonysági jellege pedig abban nyilvánul meg, hogy miután közgazdasági informatikai szakgimnázium vagyunk, az informatikai fejlesztéssel kívánjuk a bálnak a bevételét fordítani. A tavalyi évben sikerült megvalósítanunk a bál bevételéből azt az elképzelésünket, hogy hozzáférünk az IT elnevezésű Cisco-s tananyaghoz, ami eltananyag a tanulók számára, a legkorszerűbb, legmodernebb informatikai ismereteket közli, és annyira népszerű a tanulóink körében, hogy még azok a diákok is kérnek hozzáférést, akik már túlhaladták ennek a tananyagnak a mi voltát, mert távoktatás formában önállóan is kívánnak ezzel foglalkozni, viszont a mostani bálból a fejlesztéssel kívánunk fordítani, most pedig szintén ezt a Cisco-s tananyagot szeretnénk fejleszteni, mégpedig a CCNA, a hálózatokkal kapcsolatos eltananyaghoz szeretnénk hozzáférést biztosítani. Három tanárképzése is szerepel a fejlesztési célokban. Az elképzelés megvalósítása összességében mintegy 1 millió 800 ezer forintba kerül. Az évfordulóra a Széchenyi István közgazdasági és informatikai szakgimnázium egy szép emléklapot is készítetett, és egy DVD-t is kiadott. Az intézményben jelenleg 280 tanuló jár, és 27 alkalmazott pedagógus tanít.